Egészséghetet tartottak a Kisteleki Szivárvány óvodában. Huszkáné Tóth Ildikót, valamint az óvodában járó gyerekeket kérdeztük a hétről. Egészséghetet tartottak a Kisteleki Szivárvány óvodában. Huszkáné Tóth Ildikót kérdezzük ennek a hétnek a részletéről. Először is köszöntöm Önt. Mit is tudhatunk erről a hétről? Mely napokon, mivel készültek a gyerekek számára? Hát ugye mindenki tudja, hogy a mi óvodánk egy ilyen mozgás és egészséges életmóddal kiemelten foglalkozó intézmény, és minden évszakban van, szerintem ezt már úgy városszerte azok a szülők leginkább tudják, akinek a gyereke vagy ide járt, vagy valamilyen kapcsolatban volt az óvodával, mert minden évszakban van egészséghetünk, van ősszel, télen, tavasszal, hát nyáron azért nem nyilvánvaló, mert akkor nincs olyan fajta nevelés, ami ezt úgy be tudná határolni, mert akkor nyári óvoda van, de most rendeztük meg tényleg január közepén itt 20-ától 24-ig a téli egészséghetünket. Ilyenkor próbálunk erre a hétre koncentrálni olyan programokat, amelyek ehhez kapcsolódnak. Így volt ez most is. Hétfőn egy ilyen kis mozizással kezdtük a hetet. Olyan ilyen kis didaktikus filmeknek nevezik ezt, ami tanulságos, tehát a gyerek ilyen mesefilmek, de jól kivehető az, hogy milyen egészségnevelési tartalma van, például kézmosással kapcsolatos, mozgással kapcsolatos részei, és több ilyen kis mesefilmecske volt, amit a gyerekek néztek és szívesen néztek. Kedden a dietetikus hölgy látogatott el az EFI-ből hozzánk, aki segített nekünk abban, hogy hogyan kell helyesen táplálkozni. Egyrészt elmondta, hogy milyen tennivalók vannak, próbálta, tehát nem is nekünk felnőtteknek, gyerekeknek, próbálta erről egy kis előadást tartani, utána meg egy kis játékkal próbálta ezt színesíteni, ami a gyerekeknek nagyon tetszett. Szerdán Kurucsai Szabolcs volt itt nálunk az Árbóc Egyesülettől. Ő már visszatérő vendégünk, tehát a gyerekek azért van, aki ismeri is, és ismeri főleg a kutyájáról, ugye, tudja, hogy látássérült, általában a gyerekek, akik így visszaemlékeznek rá, egy Farkas Laci nevezetű kollégájával, sorstársával jött el, akivel azt mutatták be tulajdonképpen, hogy hogyan tudnak azok az emberek élni, létezni, akiknek valamilyen érzékszervük, testrészük valamilyen károsodást szenvedett, és ők is nagyon sok játékot hoztak a gyerekeknek. Egyrészt a gyerekek imádják a kutyát, vagy a kutyákat, tehát már az fölkelti az érdeklődésüket, és nagyon szívesen részt vesznek egy ilyen programon. Másrészt Szabolcs annyira színesen és viccesen elő tudja ezeket a dolgokat adni, hogy tényleg nagyon leköti a gyerekeket, és azok a játékok, amiket hozott, azok is ilyen súllyal, hanghatással, tapintással kapcsolatos játékok voltak, amit nagyon élveztek a gyerekek, és tényleg ott a bekötött szemmel nagyon-nagyon sok mindent ki lehetett találni, és nagyon élvezték, hogy ők is meg tudták csinálni, sőt, hoztak a Laciék ilyen kisebb méretű gyerekkerekesszéket is, amit kipróbálhattak, hogy milyen nehéz ugye ezzel jönni-menni, mozogni, de azért nagyon jól ellavíroztak vele, én úgy láttam. Tehát tetszett ez a nap is nagyon a gyerekeknek. Csütörtökön hagyományosan sportnapunk volt, ez mindig egy eleme a hétnek, tehát ez szinte állandó eleme a mozgás, ugye az egészséges életmódhoz természetesen hozzátartozik, és még csütörtökön, pénteken, attól függ ki, hogy ért rá, készített mindenki valamilyen egészséges élelmiszert, általában most gyümölcsökből készültek ezek a finomságok, és ezt terítettük föl pénteken a tornaszobában. Szinte egy szálig elfogyott minden, tehát a gyümölcsöket a gyerekek nagyon szeretik, ezt lehet látni. Ugye ez egy édesebb dolog, hasonló az édességhez az íze, ezért kimondottan kedvelik. A zöldségek lettek volna, gondolom azért nem lett volna ennyire kapós a dolog, de azt is azért szokták enni és szeretni.
de nagyon jó étvággyal ettek, eszegettek belőle, és tényleg minden, ami volt az asztalon, megkóstolták. Úgyhogy úgy érzem, hogy jól záródott ez a hét. Tehát volt benne információ, mozgás, játék, minden, amire egy gyereknek szüksége van ezen a területen. És fontos is tényleg az, hogy legyenek ilyen hetek, és a gyerekben legyen egyrészt ez egy élmény ezekkel kapcsolatban, másrészt meg elmélyüljenek azok a dolgok, amik fontosak abból a szempontból, hogy föl tudja idézni magába, és kicsit úgy el tudja mélyíteni, hogy tudom én, miért fontos az, hogy egészségesen táplálkozzunk, miért fontos a mozgás, és ezt úgy tehát valami a tudatalattiba megmaradjon, és felnőtt korába ez már természetes legyen. És ez azt hiszem a mai világban nagyon fontos. Akkor Lilla, tőled azt kérdezném, hogy mit is sportolsz? Görkorizok. Mennyire szereted a görkorcsolyát? Nagyon szeretem. Miért szereted? Mesélsz erről egy kicsit? Hát azért is szeretem, mert nagyon sok érmem van róla a versenyekről, de azért is szeretem inkább, mert ott vannak sok barátaim. Meg ők is iskolások, és ha én is iskolás vagyok, majd találkozni fogok velük. Azt kérdezném tőled, hogy mit is sportolsz? Lovagolok. Szereted a lovaglást? Miért? Igen. Azért, mert ott van a kedvenc lovam. Hogy hívják a kedvenc lovad? Hűség. Mióta lovagolsz? Vannak sok barátod ott? Igen. Azért, mert... Meg még azért, mert senki se vezet a vezetőszállót. Köszönjük. Te mit sportolsz? Én is ritmikus. Te mióta gimnasztikázol? Mi a kedvenced, kedvenc mozgásodot? A szögállás. Miért ez a kedvenced? Nem tudom. Most majd ugye suliba fogsz menni? Igen. Ott is folytatni fogod ezt a gimnasztikát? Igen. Idén 30 éves, az idősebb Vándor Rudolf fúvós zenekar. Cirok Zoltánt kérdeztük a zenekar életéről. Idén 30 éves az idősebb Vándor Rudolf fúvós zenekar. Ennek vezetőjét, Cirok Zoltánt kérdezném a részletekről. Először is köszöntelek. Hogyan kezdődött 30 évvel ezelőtt a zenekar élete? Hát először is nem 30 évvel ezelőtt kezdődött, hanem 1987-ben Török György József kezdte el újjá szervezni az azelőtt körülbelül 10 évvel megszűnt kisteleki fúvózenekart, és akkor még visszább megyek, mert azt a fúvózenekart, ami még 10 évvel ezelőtt megszűnt, az pedig ugye idősebb Vándor Rudolf vezette. Tehát 87-ig, hogyha visszamegyünk, azt Török György József kezdett a zeneiskolán belül egy fúvózenekart szervezni, és hát úgy gondolta, mivel ő egy fuvolista volt, hogy egy részfúvós talán jobban tudja a zenekart irányítani, és engem 88-ban Kistelekre hívott tanítani, azzal a feltétellel, hogy én beleásom magam a fuvolzene rejtelmeibe, mert ugye annak idején nekem még semmiféle tapasztalatom nem volt a fuvolzenekari munkáról, hát és ahogy jöttem, be is iratkoztam egy én karlengetőnek nevezem, tehát egy karmesterképzőre Budapestre, és akkor kezdtem el 89-be dolgozni a gyerekekkel. Hát és ez olyan jól ment, hogy 90-ben a család beleegyezésével elhatároztuk, mert akkor halt meg sajnos Rudi bácsi, hogy az emlékét megpróbáljuk megőrizni, és felvettük a Rudi bácsi nevét. Az eltelt 30 év alatt mennyit változott a hangszerelés, mennyit változott a stílus, mennyiben adtak elő más műveket, mint az elején? Nagyon sokat változott. Ez én szerintem adódik magától, hogy miért, mert elmondtam az előbb is, hogy úttörő zenekarról, azután pedig ugye az úttörő megszűnt zeneiskolai gyermekzenekarról volt szó. Hát a gyermekzenekarral épp most nézegettem egyébként a repertoárunkat, hát olyan nótákat játszottunk, mint a Hída Kvályfolyón, kis polka, Ernőházi polka, Whisky és Gin nevű kis olyan egyszerű darabot, de akkor ezeket a srácokat
lányokat, fiúkat. Csak azzal tudtam meggyőzni, hogyha ilyen könnyedebb jellegű darabokat veszek elő. Hát azután jöttek a megmérettetések, mert hát én is, ahogy jártam a karmesterképzőbe, megsúgták, hogy ez úgy igazi, hogyha a buli mellett, tehát a bulis darabok mellett vannak olyanok is, ami a színvonalat képviseli, hát és a megmérettetésekre, versenyekre, a minősítőkre ilyeneket is kellett tanulni. Azután természetesen fejlődött a zenekar, és ahogy nőtt korosztályilag is, illetve nem csak korosztályilag, hanem természetesen képzettségileg is, természetesen mindig nehezebb darabokat vettünk elő, és pont most a 30 éves évfordulónkra, hát olyannak készülünk, hogy az egész 30 évnek az anyagát szeretnénk elővenni, és aki ott volt már velünk 20-25-30 éve, és mondom, hogy hát majd előveszük azt a darabot is, olyan jót mosolyognak, hogy jé, ilyet is játszottunk annak idején. Tehát teljes mértékben kicserélődött a repertoárunk. Nem tudom, sikerülni fog-e egyet kiemelni, de ennek a három évtizednek a legemlékezetesebb koncertje. Volt ilyen, vagy több ilyen volt? Hát egyet úgy nem tudok kiemelni egyébként, egyetlen egyet, ami azt mondom, hogy az volt a. De az előbb is már emlegettem egyébként a minősítéseket, versenyeket. 2014-ben például a Vosby, a világszövetség, fúvózenekari világszövetség által minősültünk, és az is egy igen szép koncert volt, amire érdemes volt odafigyelni, de hogyha az előtte való minősítésre gondolok, ami 2006-ban történt, és azt az Országos Fúvózenekari Szövetség szervezte, az is nagyon emlékezetes, de hát ha minősítéseknél vagyunk, akkor nem hagyhatom ki a legelsőt, ahol nem aranyat, kiemelt aranyat, hanem egy egyszerű ezüstöt kaptunk, de szerintem az egy akkora löketet adott akkor 94-ben a zenekarnak, hogy erről se szabad megfeledkezni. Hát viszont azt hiszem, hogy a csúcsra most ért fel a zenekarunk, mert idén kétszer is megmérettettük magunkat egy Zrenjanini nemzetközi fesztiválon, és én szerintem, ami még annál is többet ér számunkra. Mórahalmon volt egy szerb-magyar nemzetközi verseny, de az ott szereplő magyar zenekarokat, olyan zenekarokat, akit én világéletemben tiszteltem, becsültem, le tudtuk győzni. Szerintem életünknek ez volt a legszebb pontja. 30 év alatt ugye jönnek-mennek a tagok. A fiatalok most is ugyanolyan nyitottak a zenére, a művészetre, mint ezelőtt 30 éve, illetve nem tudom nem észrevenni, hogy mind Csengelén, mind Kisteleken nagyon-nagyon nagy létszámba járnak a fiatalok a művészeti iskolába. Mi lehet ennek a titka? A kérdés első felére reagálnék, hogy a tagok jönnek, mennek. Ezzel nem értek egyet, mert még most is vannak, és többes számba tudom mondani olyan tagok, akik a kezdettől ott voltak, és egyet-kettőt ki is emelnék, és akkor elnézést kérek inkább azoktól, akiket én is ott voltam, és azokat, de például a Kapász Zoli, a Farkas Tamás, a Gömöri Balázs, azok még, a Paporsi, azok még mindig ott vannak velünk, akik a legeslegelején kezdték. Tehát a jönnek az hál' Istennek igaz, a mennek az kevésbé, hát de természetesen minden művészeti csoportban van változás. Hogy mi ennek az oka? Én szerintem, ugye ne csak művészet, fúvózenekarról beszéljünk, hanem magáról a művészetről.
Tehát a művészetet általában, ha nem festészetről van szó, akkor csoportban művelik, mert táncolni együtt szoktak táncolni, ha színjátszanak, együtt szoktak színjátszani. Ha a zene egyénileg megtanuljuk, hál' Istennek kamarazenekarok, fúvózenekarok, vonós együttesek, szimfonikus zenekarok léteznek, és ennek a, ezeknek a csoportoknak van egy olyan összetartó ereje, amit például ki lehet élezni a fúvózenekarra, ahol igazi nagy családként élünk. Mind Kisteleken, mind Csengelén. Úgy élünk, hogy odafigyelünk egymásra. Tehát nem csak az van, hogy beülünk, és bocsánat a kifejezésé, eldudáljuk a szólamunkat, becsukjuk a tokot próba után, azt hazamegyünk, hanem ezekkel a gyerekekkel közös programjaink vannak, közös szabadidő program, sőt, most mondjam azt, hogy sokszor már a munkába is a fölnőttekkel szoktunk segíteni egymásnak. Látjuk, hogy ott valami segítség kellene, akkor már nem is kell kérdeznie, megyünk, hogy van egy söröd? Csináljuk már akkor együtt meg, és sokkal könnyebb lesz. Monspar Sarolta tájfotó világbajnok tartott előadást Kisteleken. Őt kérdeztük előadásáról. Most Bart Saroltát kérdezzük, aki ma, a mai napon Kisteleken fog előadást tartani. Először is köszöntöm Önt. Pontosan miről fog ez az előadás szólni? Kicsit mesélne nekünk részletesebben erről? Igazából olyan nehéz, hogy maguk még fiatalok, de mi idősek, még 50-kor is azt hiszi az ember, még 60-kor is, és aztán 65-től, ahogy elkezd idősödni, 70-80, itt is láttam, jöttek be hölgyek, én magam is 76 vagyok. Szóval annyi problémája van az embernek, ami jogos, meg nem jogos, de ahhoz, hogy ezekből sokat meg tudjak oldani, muszáj jó kondícióban lennem. Szóval ha csak épp, hogy eljutok a foteltől a konyháig, meg vissza a kajával, akkor ez nem jó kondíció, és akkor nagyon sok mindenre nem leszek nyitott, nem tudom a világot követni, nem tudom kihasználni, hogy 65 után ingyen utazom, nem tudok közösségbe járni. És igazából most itt a Cédrusnet a főnök, tehát az ő szervezésében vagyunk itt, de ami a lényege, hogy én azt próbálom segíteni, hogy ha mi jobb fizikai kondiban vagyunk, akkor el tudunk menni a Cédrusnet közösségbe, el tudunk menni, amit én mondok, menjünk el, csak gyalogolni. Tehát nem kell súlyta menni, nem kell maraton futni, nem kell a korláton tornagyakorlatokat bemutatni, de gyalogolni még az is tud, akinek a testnevelő tanár azt mondta, hogy Jézus Mária, magának két bal lába van, mert soha nem téveszti el a két bal lábasnak se, hogy a másik bal lába jön, tehát ő is tud gyalogolni. Egy ilyen előadáson, nem ez az első előadás ebben a témában, milyen kérdések szoktak felmerülni így a közönség által, vagy szoktak-e lenni kérdések? Hát ez nagyon különböző. Szóval tényleg nem mindegy, hogy az ember, mi ez, Csongrád megyében vagyunk, ugye? Például van három alvó megye, van nagyon sokat, én azért öreg vagyok, és iskolába jártam, meg most a nyugdíjas klubokban járok, ha nem is tudom hányébe. Szóval a Békés megye, a Nógrád megye, és a Somogy megye, ez három alvó megye. Ott tudja, hogy nincs kérdés, nagyon tudja, hogy kevés a résztvevő is, mert ők nem nagyon jönnek sehova. Csongrád megye az ebből a szempontból sokkal jobb, és érdekes, hogy a múltkor Petőfi szálláson voltunk, ahol a lakosságnak, azt hiszem a város lakosságának a 60-70% a tanyáról jött, a gyerekek is jöttek furulja órára, szóval ez jó, hogy különböző és másmilyen, de válaszolva azért a maga kérdésére. Szóval tényleg nem ugyanazt a kérdést teszik fel Győr-Sopron megyében, mint amit Baz megyében, sőt, egy ilyen nagyvárosban, tehát a megyeszékhelyeken, meg a budapesti kerületekben is kicsit más a közönség, mint, és nem azt mondom, hogy jobb vagy rosszabb, hanem másabb, mint Csongrád megyében. Tehát visszatérve, az talán a baj, hogy a kérdések általában egyéniek, tehát ha Jolán néni kérdez valamit, akkor az ő saját problémája, ami jogos, csak szerintem ezt föl kéne tenni a családorvosának, ha ilyen orvosos, míg a táplálkozással kapcsolatos, mozgással kapcsolatos, lehet, hogy nem kap rá választ, vagy én úgy tudom, hogy minden önkormányzatban van egy ilyen idősögyű felelős, vagy valami csoda, mert neki kéne, hogy ilyen nyílt órái legyenek, ahol olyanokat kérdezzenek. És akkor tényleg ritka az, de azért ezért csinálom leginkább, hogy csináljuk akkor azt a klubot meg, hogy működjön.
és nem könnyű, mert a klubhoz kell egy nagyon jó klubvezető, és utána jönnek a kis báránykái, tehát a gyaloglók, de nem jönnek a férfiak. És itt a következő probléma, hogy hapsokat nem lehet megszólítani, egyben már nincsenek, kettő eltettük őket lábalól, mert annyit rosszul letettük őket, rosszul bántuk velük, és három, hogy az a kevés férfi, aki maradt, az se jön. Szóval inkább a kocsmába megy, inkább kártyázik, ő nem jön a tyúkolba, mert szerint egy nyugdíjas klub az egy tyúkol, és a kis kakasz.